Április 14-től kettő ideiglenes változások lépnek érvénybe a Fehér Gyarmati Kórházban és a Nyírbátori szakrendelőben. A veszélyhelyzet ideje alatt működő szakma specifikus sürgősségi rendelések elérhetőségében. Az átmeneti változások szükségesek ahhoz, hogy az egészségügy a legmagasabb szinten készüljön fel az új koronavírus járvány leküzdésére, az Emberi Erőforrások Minisztériumának utasításai szerint az intenzív kapacitások és a COVID-19 fertőzött betegek ellátására alkalmas erőforrások bővítése jelenti az elsődleges prioritást. Az ideiglenes rendelkezések a veszélyhelyzet idejére vonatkoznak. A járvány elmúltával a megszokott rendben folytatódik a betegellátás a kórházakban és a rendelőintézetekben. Április 14-től átmenetileg az alábbi sürgősségi ellátások szünetelnek a szabolcs már beregmegyei kórházak és egyetemi oktató kórház Fehérgyarmati kórházában. A sebészeti, nőgyógyászati, kivéve az egynapos nőgyógyászat ellátásokat egynapos sebészeti, fülorgégészeti, traumatológiai ellátás, az intenzív ellátás, a szülészeti ellátások közül a 37. terhességi hét előtti szülések ellátása, a sürgősségi betegellátó osztály működése. Az ideiglenesen felfüggesztett sürgősségi ellátásokat a Máté Szalkai Kórház veszi át amely a veszélyhelyzet ideje alatt fogadja a Fehérgyarmati Kórház területi ellátási kötelezettségébe tartozó betegeket is. A szülészeti 37. terhességi hét után az egynapos nőgyógyászati, a gyermekgyógyászati és belgyógyászati fekvőbetegellátások esetében a veszélyhelyzet alatt is változatlan a sürgősségi ellátások biztosítása a fehérgyarmati telephelyen. A sürgősségi betegellátás feladatait a szakma specifikus sürgősségi rendelések veszik át, amelyek munkaidőben fogadják a betegeket. Ezekre a szakrendelésekre nem lehet előjegyzést kérni, a betegek telefonon informálódhatnak az adott rendelésekről. Az elkerülhetetlen akut betegellátás biztosítása érdekében a Fehérgyarmati Belgyógyászati Osztályon működő sürgősségi ambulancia ügyeleti rendszerint fogadja a betegeket. A nyírbátori szakrendelőben átmenetileg minden ellátás szünetel. A sürgősségi esetek ellátása a nyíregyházi Józsa András oktató kórház sürgősségi osztályán történik. A Fehérgyarmaton munkaidőben működő szakma specifikus sürgősségi rendelések és a nyírbátori szakrendelő ellátás területéhez tartozó lakosok számára igénybe vehető ellátások elérhetőségei az alábbi linken érhetőek el.